Hatalmas tömeg gyűlt össze tavaly az egyik úszóversenyen a vátaszéki tanuszodában, ami jól mutatja, milyen fontos helyet tölt be a település életében. A tanuszoda most 264 millió forintból korszerűbbé vált egy top pályázatnak köszönhetően. Tavaly decemberben kezdődtek meg a munkálatok, a fűtés korszerűsítéshez szükséges 30 talajszonda azóta a helyére került. Ezek pedig már friss felvételek, minden munkálat befejeződött, megújuló energiával váltották ki a gáz és a villamos energiát. A talajszondákkal a 14 fokos talajvízből 47 fokos vizet állítanak elő, amivel többek között a medencék vizét fűtik fel. Ami gyakorlatilag egy megújuló energiaforrás, kiapadhatatlan, és folyamatosan tudja biztosítani ezt a hőenergiát, ami annyit jelent, hogy a továbbiakban az üzemeltetés, ennek a gyönyörű korszerű úszodának az üzemeltetésében a gázenergia, mint foszilis energia bevitelét kiváltja teljes mértékben, tehát a továbbiakban a gázenergia csak tartalékként vesz részt a rendszer üzemeltetésében. Jelentős költséget takarítanak meg ezzel a lépéssel, valamint a többi energetikai korszerűsítéssel. Kialakítottak az épület tetején egy 50 kW-os naperőmű rendszert, és lecseréltek 270 világító testet LED lámpára. Nem kis anyagi megterhelést jelent, hiszen ennek a létesítménynek az éves fenntartási költsége mintegy 35-40 millió forint közötti összegre tehető. Ezért is fogalmazódott meg a városvezetésben az a gondolat, amikor láttuk, hogy maga a top pályázat erre is ad lehetőséget, hogy a működtetési költségeket próbáljuk csökkenteni. A tanúszoda fenntartási költségek közel 10 millió forinttal csökken a fejlesztésnek köszönhetően.